Sziasztok, mindenkit üdvözlök! Mostanában elég sok felé nézelődöm az új videókártyák miatt, és nézem az árakat, a kínálatokat mindenfelé, újonnan használtam, RG-ben, árukeresőben. És hát most egy elég érdekes dologra lettem figyelmes, amit úgy gondoltam, hogy megosztok veletek is. Az Asus 980 Ti kártyákkal kapcsolatban az IPON webáruházban, mint egy 198 ezer forintért árulják az Asus 980 Ti-ket. Ugye a Strixet, a Poseidont. És a háttérben láthatjuk a hirdetést, hogy minden Asus 980 Ti kártya mellé ezt fognak adni az Asus jóvoltából. Mikor ezt megláttam, akkor egy jót nevettem rajta. Ugyanis először ez került elém, mellette pedig az Asus Strixnek az ára. Ugye mi ezzel a probléma? Az ezzel a probléma, hogy az új széria a GTX 1070 és 1080 megjelenésével bizony nagyon nehéz helyzetbe kerültek a GTX 980 Ti kártyák, és a boltok kénytelenek a legtöbb esetben drasztikus árcsökkenést alkalmazni, azért, hogy egálban legyen a GTX 1070-es teljesítményével és árával, nem beszélve arról, hogy az 1070-esről egyértelműen kijelenthető az, hogy egy jobb kártya, kisebb fogyasztással, több VRAM-mal, jobb teljesítménnyel, minden szempontból érdemesebb egy 1070-est venni egy kifutó szériánál, ami a GTX 980 Ti. És hát úgy látszik, hogy itt most úgy gondolták, hogy pólóért cserébe nem igazán csökkentenek az árán a 980 Ti-nek. Jó, hát mondjuk az Asus Matrixnál nem lenne annyira kirívott dolog, mert az mindig sokkal drágább volt. Simplest Tricksnél kicsit már érthetetlenebb a dolog. Az árgép árait megnézzük, akkor azt látjuk, hogy az MSI 980 Ti-ig kerültek a legolcsóbb helyre. Ugye az egyik típus az 150 ezer forintnál kezdődik, a másik pedig 157 ezer forintnál. Megjegyezném, hogy az Asus változat nem számít jobbnak az MSI-nél. Megjegyezném azt is, hogy a 157 ezer forintos kezdőár az MSI esetében még mindig soknak számít GTX 1070 fényében. Úgyhogy lényegében sok 10.000 forint pluszért kapunk egy ajándék mezt. Él más kártyákhoz is ez az akció, például Asus R9 390X Strixhez is megkaphatjuk, amely 142.580 forint. Hát mit nem mondjak, ez se valami olcsó a közelgő RX 480-nak a fényében. Ha annak az árérték teljesítményét nézzük, akkor tulajdonképpen elég kínos lesz ez az ajánlat. Ha rápillantunk az árgépnek a találataira, akkor sem látjuk különösképpen jó árban ezeket a videókártyákat, de még mindig kedvezőbb árazásban, mint az IPON-nál. Hát a lényeg az, hogy ott ajándék Asus pólót is kapunk hozzá, amit inkább úgy lehet megfogalmazni, hogy vegyél egy kártyát egy Asus mezzel együtt. De egyébként a többi esetben is elmondható ez, például a sima R9 390-nél is, amely az ajándék foci mezzel 109.000 forintba kerül durván az IPON-ban, ha pedig az RG-ben rákeresünk az R9 390-ekre, akkor a legolcsóbbat 85.000 forintért, míg a drágább Asus Strixet 92.000 forint induló árral tudjuk megvásárolni. És mivel én mindig felszoktam hívni a figyelmet az árérték arányra, mi az, ami jó árban van, mi az, ami túlárazott, így úgy gondoltam, hogy ezt is megosztom veletek. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!